Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelkiénekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Thank you.
kereszt és orgona sípok. Összetartoztok? Igen. Nekem is a kereszt alatt kezdett örömtől zengeni a szívem. Ott érkeztem el a derűs tavaszba. A ködőt hajnalfénye szűrte át, és elkezdtem énekelni a megváltottak hála énekét. Megváltottan élni, szolgálni, ez a golgotai titok. Ott zendülnek meg a kereszt alatt hárfahúrok és orgonasípok. Megújul a szív, megújul az ének, hárfahúron és orgonasípon, hogy szárnyra keljen, és bejárja a földet az örömhír, az evangélium. A századik Zsoltárt szeretném olvasni. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr, az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek jói vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Thank you.
Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ugye milyen szépen énekeltek a gyerekek? Én azt hiszem, hogy még ma többször is lesz alkalmunk arra, hogy a gyerekek énekét meghallgassuk, mert a gyerekek a mi hitünkben, a mi gyakorlatunkban, a mi istentiszteleti gyakorlatunkban az istentiszteletnek a szerves részei, hogy itt vannak velünk a gyermekek. És ezért úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a gyerekeknek szóljon egy kis igehirdetés is, ami az ő nyelvükön szól, ezért most arra szeretnélek hívni benneteket, akárhol is vagytok, akár fönn a karzaton ültök, ott megbújtok a rácsok között, akár itt a sorok között, hogy gyertek ide előre, idekre a lépcsőkre üljetek le egy rövid időre, mert szeretnék nektek egy történetet mondani. Jó? Köszönöm szépen, hogy kijöttetek, és elmondom a történetemet nektek. Természetesen egy kórus találkozón a zenéről fog szólni ez az én történetem is. Mégpedig egy különleges hegedűről fogok mesélni. Képzeljétek el egyszer, egy idős néni meghalt, és az történt, hogy az örökségre nem tartott senki igényt, és ezért a bútorokat, a könyveket, a ruhákat, a kis értéktárgyakat, mindent, amit a lakásában találtak, elvitték egy árverező helyre, ahol kiállították, hogy az emberek licitálhassanak rá, hogy ki ad érte többet azokért a könyvekért, bútorokért és egyéb dolgokért, és ezek között volt egy hegedű is, egy ócska, ütött, kopott tokban volt ez a hegedű, és ebben a hegedűben, amikor kinyitotta a lárverés vezető, a tokot kinyitotta a lárverés vezető ember, akkor maga a hegedű is egy poros, piszkos hegedű volt. És akkor elővette, megmutatta mindenkinek ezt a hegedűt, meg a tokot is látták, és nagy bátortalanul megkérdezte, hogy ki ad ezért a hegedűért 10 000 forintot? Néma csönd volt, senki nem jelentkezett. Akkor a következő az volt a kérdés, hogy ki ad érte 9 000 forintot? Lefelé ment a licitálás, lefelé ment az alkodozás. Még mindig nem jelentkezett senki. 8 000 forintot, 6 000 forintot, 5 000 forintot, 1 000 forintot kiad érte. És még mindig az volt a döbbenet, hogy senki még 1 000 forintot sem akart azért a hegedűért adni, mert egy ócska, ütött, kopott hegedű volt. És ekkor a leghátsó sorból egy hajlott hátú idős bácsi előre jött, kézbe vette ezt a hangszert, megpergette a gurokat, mind a négyet, elkezdte a fülével, meghallgatta is, elkezdte hangolni a kulcsokkal, a finom hangolóval, feltette rá a párnát is, és felvette, kézbe vette a gonót, és elkezdett rajta játszani. És valami csodálatos mennyei hangon, mint az angyalok muzsikája, elkezdett szólni ez a hegedű. Valami gyönyörű szépen szólt ez a hegedű. Egészen különlegesen szépen, majdnem olyan szépen, mint az imént, ahogy hallottuk, hogy a hegedű szól. Valami egészen különösen, gyönyörűen szólt a hegedű. És mindenki megdöbbent, hogy micsoda gyönyörű hangja van ennek a hegedűnek. És akkor az árverés vezető nagyon halkan, csak éppen, hogy meghallották a többiek, megkérdezte, hogy ki ad ezért a hegedűért 10 000 forintot? Azonnal mindenkinek a keze a magasban lendült. Akkor az kiad érte 20 000 forintot, még mindenkinek a keze még mindig a magasban volt. És elindult fölfelé a licitálás, és már 100 000 forintnál, már 200 000, és a végén 1 000 000 forintért kelt el ez a hegedű. Mi történt? Lerövni 1 000 forintért se akarta megvenni senki azt a hegedűt, most meg már 1 000 000 forintért vette meg valaki. Miért lett ilyen értékes hirtelen ez a hangszer, ez a hegedű? Mert valaki kézbe vette, felhangolta, és gyönyörű szépen játszott rajta. Ide tanít bennünket ez a kis történet. A mi életünk olyan, mint ez a hegedű. Hogyha senki nem vesz kézbe bennünket, akkor mi is értéktelenek vagyunk. De ha egy igazi mester veszi kézbe, aki tud rajtunk zenélni, aki tudja, hogy mire van szükségünk, akkor nagyon-nagyon értékesek vagyunk mi magunk is, ti magatok is. Hogyha az Úr Jézus vesz kézbe benneteket, akkor a ti életetek nem 1 000 000 forintot ér,
hanem olyan sokat ér, hogy Úr Jézus kész volt az életét áldozni azért, hogy élhessetek. Mindig gondoljatok arra, hogy a ti életeteket úgy éljétek, hogy ti magatok is az Úr Jézus kezében legyetek, és hogy ő muzsikáljon rajtatok. Ő zenéjen, és a ti beszédetek, a játékotok, a tanulásotok, minden, amit csináltok, az olyan legyen, olyan mennyi muzsika legyen, mint ahogyan az a hegedű szólt ott azon az árverésen. A Jóisten áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Nem kell soha
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Peace on earth and joy on earth.
Hetednapi Adventista Egyház konferenciai központjának vagyunk az évad nyitóján, és ahogy az előbb is hallottuk már, hogy ez már egy hagyomány, hogy ilyenkor kórus találkozó is van, és eljönnek különböző helyekről a kórusok, hogy együtt dicsőítsük az Isten. Szinte természetes az, hogy ilyen esetben a hetednapi Adventista Egyháznak az elnöke nyissa meg számunkra az Isten igéjét, úgyhogy szeretettel köszöntöm Ócsai Tamást, egyházunknak az elnökét, és kérem, hogy nyissa meg Isten igéjét a mi számunkra, és kérjük Isten áldását az ő szolgálatára. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Azt hiszem, az a természetes, hogy mi itt vagyunk valamennyien, és Isten dicsőítjük a mi szolgálatunkkal, Isten magasztaljuk. Mindig örömmel jövök Balatonlellére, hiszen sokan tudjátok, hogy szívem csücske, amióta eszemet tudom, mindig néhány napot, néhány hetet minden évben valamilyen módon eltöltöttem. Először nyaralni jöttünk ide, az utóbbi időben mostanában már kevésbé tudom ezt megtenni, hogy nyaralni, de legalább dolgozni jövünk ide. Táborokat tartunk, és azt hiszem, hogy nagyszerű az a lehetőség, hogy van egy ilyen konferencia központja az egyháznak, ahol lehet időt szakítani arra, hogy testileg, lelkileg felfrissülve Istenhez és egymáshoz is közelebb kerülve menjünk vissza a mindennapi életbe, a mindennapi munkába, szolgálatba, és egy picit így erőt nyerve végezzük a munkánkat. És jó dolog az, hogyha ezt olyan alkalommal tudjuk megtenni, ennek az évadnak a megnyitását, hogy nem csupán leülünk és elmerengünk arról, hogy milyen nagyszerű feladatok várnak ránk, hanem ez valóban egy Isten dicsőítő alkalom sok-sok énekkel, zenével, ahogyan az mindig is volt Isten népek között. Amikor Istent akarták dicsőíteni, akkor megszólaltak a énekkarok, megszólaltak a zenekarok, a különböző zeneszerszámokkal dicsőítették Istent. Mostani alkalom egy különleges abból a szempontból is, hogy ahogyan már Tóth Sándor testvér a bevezetőben az Isten tiszteletnek a legelején megemlítette, hogy egy kicsit kívülről is megújultak az épületnek egyes részei, meg belül is van bizonyos megújulása ennek az épületnek, és így, ha másként nem tudjuk mondani, hogy nem újonnan épültek, de legalább megújításra vagy felújításra kerültek ezek a részek. Olyan igével készültem ma délelőtre, amely egy kicsit egy hasonló történet. Hasonló történetről szól, ami egy ószövetségi történet, ahol van bizonyos épületeknek, a falaknak a megújulásáról, meg van benne egy kórus találkozó is, egy különleges kórus találkozó. Ezt a történetet szeretném ma feleleveníteni közöttetek, és így Isten üzenetét tolmácsolni számotokra. Nehémiás próféta könyvéből szeretnék egy igét olvasni,
a 12. fejezetből, és innen válogatott versekből olvasom Isten igéjét, Nehémiás próféta könyvének 12. fejezetéből, a 27. verstől, nem folyamatosan, hanem néhány igét szeretnék így megemlíteni. Így szólít Isten igéje. Jeruzsálem falának a felavatásakor mindenütt fölkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg a felavatást, és örvendezzenek háladással, énekléssel, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal. Össze is gyűltek az énekesek Jeruzsálem egész környékéről, a Netofáliak falvaiból, Bét-Gileálból, Geba és Azmávet vidékéről, mert az énekesek Jeruzsálem körül építettek maguknak falvakat. És miután a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet, a kapukat és a falakat is, azután felküldtem Júda vezető embereit a fal tetejére, és felállítottam két nagy háladó énekkart és menetet. Az egyik jobb felé indult a várfalon, a szemét kapu felé. 38. vers, első része. A másik háladó énekkar pedig bal felé haladt. Majd a 40. verstől. Majd fölállt a két háladó énekkar az Isten házában, és velem együtt az előjárók fele, meg a papok, Eljákim, Mászéja és Minjámin, Mikájá, Eljóénáj, Zekárjá és Hananjá a harsonákkal, továbbá Mászéjá, Semájá és Eleázár, Uzzi, Jehohánán és Malkíja, Élám és Ezer, azután énekelni kezdtek az énekesek. Jizrahjá volt a karnagyuk. Azon a napon nagy véres áldozatokat mutattak be, és örültek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben. Izgalmas kor volt ez a babiloni fogság utáni időszak. Ez a hazatérés ideje, a hazatérés kora, egy igazi rendszerváltás történt ekkor Izrael népe életében. Összeomlott a babiloni világbirodalom, az a világbirodalom, amely fogságba vitt, amely nem véletlenül vitte fogságba Izrael népét, meg Izraelt is, meg Júdát is fogságba vitték, de nem véletlenül, azért, mert Isten megengedte azt, hogy megtanulják azt, hogy mi a következménye az Isten iránti engedetlenségnek. De ez a birodalom, amely fogságba vitte őket, ez összeomlott. De felváltott egy másik világbirodalom, a perzsa uralom. A perzsák már sokkal humánusabbak voltak, ők sokkal humánusabban kormányoztak, hiszen megengedték azt, hogy mindenki a saját Isten tiszteletét gyakorolja. Ebben az időben alakult ki a zsinagóga Isten tisztelet, ebben az időben alakult ki abban a korban, a fogság idején az, hogy az emberek tudták Istent imádni. És ebben az időben volt az is, hogy lehetőség volt a különböző fogságba hurcolt népeknek, hogy hazatérjenek. Persze ez sem véletlen volt, egy Isten egy különleges proféciánk keresztül jövendölte meg, hogy igenis az én népem haza fog térni. Így tudta meg ezt maga Círus perzsa király is, hogy a Nabukodonozor által Babilonba hurcolt zsidók igenis haza fognak térni. Maga a király is megtudta egy proféciából, és így egy rendeletet is adott ki, hogy építsék meg újra városaikat, építsék fel a templomot, kérjék meg az ő istenüket, hogy adjon sok jó perzsa uralkodót ennek a világnak. És így történt, hogy hazatértek sokan a fogságba hurcolt emberek közül, hazatértek, munkához láttak, de igen nehéz körülmények között végezték ezt a munkát. Elkezdődött az újjáépítés, és ez a könyv, ez a bibliai könyv, sőt két könyv, Esdrás és Nehémiás könyve erről a korról szól. Arról, hogy hogyan is végezték az újjáépítés munkáját. Ha elolvassuk ezt a két könyvet, akkor láthatjuk, hogy milyen küzdelmes is volt. Nagy lendületet adott az építkezésnek az, hogy amikor Nehémiás hazaérkezett a fogságból, ő is úgy jöhetett, mint megbízott helytartó, akkor ő kézbe vette az újjáépítés vezetését.
Nagyon kevesen voltak a munkások eleinte. Nagyon kevesen voltak azok, akik hadrafoghatók voltak, hogy felálljanak a falakra, és tényleg építsenek. És nagyon kevés volt az építőanyag is. Nehéz volt odaszállítani az építőanyagot. És úgy gondolom, hogy most Tóth Sándor testvér azt mondja, nagyon sok párhuzam van ebben a történetben, és ami itt történt az elmúlt hetekben. Nagyon kevesen voltak az építőmunkások, nagyon nehéz volt, hogy a munka eszközök, illetve az alapanyagok időben odaérjenek, ideérjenek, hogy minden időben elkészüljenek. Rengeteg volt a szemét, a sit, amit el kellett szállítani, és ez részletesen minden ott van Isten igéjében. Valami heroikus küzdelem volt, hogy újjáépüljön ez a város. De hőséges elszántsággal küzdött a kis csapat, amely már végre elmondhatta, hogy otthon vannak, és felépült Jeruzsálem kőfala. Persze az ellenség állandóan ott volt, gúnyolták, gáncsolták, és amikor észrevették, hogy annak ellenére, hogy támadják őket, és úgy kellett dolgozni, hogy nem csak dolgoznak, de közben harcolnak is, és ennek ellenére az ellenség, aki gúnyol, aki gáncsol, aki támad, aki leveleket küld, aki megpróbál áskálódni, megszeppenve látja, hogy ennek ellenére a falak épülnek. Ennek ellenére a falak növekednek, és elkészültek. Áll a fal, és most már várossá vált újból. A nagy erőfeszítés azonban kifárasztotta Isten népét. És ilyenkor, ahogy lenni szokott, ön sokan picit lepihennek, és egy picit azt mondják, hogy hát most már áll minden, most már lazíthatunk, és most már minden rendben van, és most már kicsit pihenhetünk, most már kicsit ülhetünk a babérjainkon. Ilyen jobb helyeken, ilyen esetben szokták, amikor már elkészül minden, ilyenkor szokták a kitüntetéseket osztogatni, ilyenkor szokták a márványtáblákat kihelyezni a falra, hogy most már minden rendben van. Véssük bele azok nevét, akik előjártak az építkezésben. És ennek ellenére, hogy ünnepi volt a hangulat, ugyanakkor az emberek szíve sokféle félelemmel, szorongással és csüggedéssel is tele volt. Jó, felépítettük a falakat, de mi lesz ezután? Lesz a folytatás. És ekkor Nehémiás a következőt mondja, ne ünnepeljük magunkat. Ne ünnepeljük azt a munkát, amit elvégeztünk, de ugyanakkor ne is essünk kétségbe. Ne ünnepeljük azt, amit eddig a múltban tettünk, de ugyanakkor ne félelemmel tekintsünk a jövő felé. Kétségtelen, hogy egy nagy szakaszon, egy nehéz szakaszon túljutottunk, és ezért gyűjünk össze egy hálaadó Isten tiszteletre, aminek a programja az Isten dicsőítése, az Isten iránti hálaadás. Adjunk hálát mindazért, amit eddig kaptunk tőle, és dicsőítsük az Istent. Teljes szívvel, őszintén tartsunk egy igazi Isten tiszteletet. És ezen az Isten tiszteleten nagyon nagy szerepük volt az énekeseknek, az énekes lévitáknak, meg a hangszeres zenészeknek. Nem csak egy Isten tisztelet alkalmával, hanem ezek a zenészek az Isten tiszteletek között is magasztalták és dicsőítették Istent. Zenével és énekkel. Szinte egész életük ének és zene volt, és ezzel dicsőítették Istent. És most ők jöjjenek előre, és kezdjék meg a hálaadó Isten tiszteletet. És ezért két nagy kórust alakítottak, nem négyet, hanem kettőt, és úgy olvassuk, hogy egyik kórus a bejárattól balra indult el, a másik jobbra indult el a falon, és elkezdtek énekelni. És ugye egymásnak válaszolgatva énekelgettek, és felváltva hálaadó és dicsőítő énekeket énekeltek. Hangozzék minél hangosabban, a gyerekek is, meg az asszonyok is kapcsolódjanak be ebbe az öröm zenébe, ebbe az öröm énekbe. Hallják meg a pogányok minél messzebb, hogy mi, nekünk milyen Istenünk van. Ez az Isten az, aki győztes Isten. Ez az Isten, aki minden nehézségen túl tud jutni. Adjunk hálát, és dicsőítsük Istent. Mit is jelent ez a mi életünkben? Azt jelenti igazából a hálaadás, hogy megköszönöm azt, amit már korábban kaptam tőle.
Hálát adni azt jelenti, hogy nagyon sok mindent kapok, és tudok emlékezni azokra a dolgokra, amikkel Isten megáldott engem. Tudok úgy emlékezni, úgy tudok visszatekinteni az elmúlt időre, az elmúlt év eseményeire, az elmúlt időszak eseményeire, hogy Isten volt az, aki cselekedett ebben az időben. És Nehémiás azt akarta, hogy ne felejtsük el, hogy kaptak engedélyt, hogy hazajöjjenek, kaptak építőanyagot, kaptak bátorságot, hogy valamelyes konszolidált körülmények között indulhassanak neki, támogatást is kaptak. És Isten úgy alakította a dolgokat, hogy az ellenség, akik között fogságban voltak, jó indulatot tanúsítson. Csak kaptak. És végre lehetőség volt, hogy valamit visszaadjanak ebből. Mert Isten nem azt akarja, hogy azt, amit mi kapunk, azt mi odaadjuk neki, mert hogy ne rendelkezzünk vele, hanem fejezzük ki azt, hogy hálásak vagyunk neki. Hogy megköszönjük azt, amit kaptunk tőle. Ezt jelenti hálát adni. És mit jelent dicsőíteni? Amikor éneket szoktunk kezdeni, amikor egy istentisztelet elején sok gyülekezetben úgy mondják, hogy dicsőítés van. A dicsőítés nem valami másfajta éneklés. A dicsőítés egyszerűen azt jelenti, hogy most már nem csak az ajándékokra tekintek, amit Isten ajándékként adott, hanem magára az ajándékozóra gondolok. És az ajándékozót helyezem a középpontba. Megvallom, hogy kinek és minek ismertem meg magát Istent. Ezt jelent Isten dicsőíteni énekkel és zenével is. Most már nem azt sorolom, amit kaptam, hanem azt mondom, akitől kaptam. És ahhoz emelem fel szavamat, hogy ő kicsoda valójában. Az ő személye kerül a középpontba. Fontosak az ajándékai. Fontosak azok a dolgok, ahogyan megáldott bennünket. Fontosak azok a dolgok, ahogyan megtapasztaltuk a múltban. De igazából a legfontosabb, hogy mi legyünk vele kapcsolatba. Hogy azok a múltbeli események arra indítsanak, ne csak hálát adjak, hanem dicsőítésre indítson engem, hogy Istent helyezzem az én életemnek a középpontjába. Erre van nekünk is szükségünk, hogy újból és újból úgy zajlódjon egy istentisztelet, úgy folyjon egy istentisztelet, hogy ott van benne a hálaadás, meg ott van benne a dicsőítés. Emlékezzünk az Isten nagyszerű tetteire, Isten ajándékaira, Istentől kapott lehetőségek megvalósulására. De közben ne feledkezzünk el magáról, Istenről sem. Ne feledkezzünk el arról, aki adta mindezt, és adjuk át neki való dicsőítésnek ami egész életünket. Sokszor nem veszük komolyan azt, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Kisebbnek gondoljunk, mert kétségbe esünk. Kisebbnek gondoljuk annál, mint amilyen valójában, mert megijedünk attól, hogy milyen kihívások vannak még a jövőben. És azért fontos a dicsőítés, mert az mindig azt az Istent helyezi középpontba, aki mindennél és mindenkinél hatalmasabb Isten. Ebből a történetből háromféle gyümölcs is kiderül, miért fontos a hálaadás és a dicsőítés. Ha végigolvasnánk azt az egész fejezetet, és az előtte, meg az utána levő fejezeteket, amit nagy-nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, hogy egy-egy csendes percében, órájában tegye meg, akkor kiderül, hogy miért is fontos ez a hálaadás és a dicsőítés. De első dolog, amit leír a Biblia, hogy azért fontos a hálaadás és Isten dicsőítése, mert először is megőriz bennünket a csüggedéstől. A múlt erre a népre bénítólag hat. Azok a rossz dolgok, amelyek történtek, és hogyha mindig a múltra tekintünk, a múltban mi olyanok vagyunk emberek, hogy sokszor a rossz dolgokat tudjuk megjegyezni. A rossz dolgokra sokkal könnyebb emlékezni, mint a jó dolgokra. Az, hogy valaki rosszat tett nekem, az sokkal tovább meg tudom őrizni, mint hogyha valaki valami szívességet, valami jóságot tett nekem. Ez nem jó, de sajnos ez így működik a legtöbb embernél. Bárcsak ez ne így működne. De hogyha a rossz dolgokra tekintünk, akkor sokszor ez azt eredményezi, hogy el is csüggedünk. És elfáradunk,
és úgy gondoljuk, hogy csupa rossz dolog történik velünk. Mindig összehasonlítgatom magamat másokkal. Mindig összehasonlítom a magam lehetőségeit mások lehetőségeinél. Mindig összehasonlítom a mi lehetőségünket mások lehetőségénél is. Lehetőségével. Igazából az volt a probléma itt zsidóknál is, hogy nem volt a helyén a múlt. És ez rosszul hatott a múlt a jelenre is. De hogyha elsorolják, hogy mi mindent kaptak Istentől, hogyha tudatosan végig gondoljuk azt, hogy mi mindent kapunk Istentől, akkor fel fognak bátorodni. Sőt, hogyha az ajándékokról feltekintünk az ajándékozóra, akkor igazán bátorságot ad, akkor a csüggedéstől megőrizhet bennünket a hálaadás és a dicsőítés. Másik nagyon fontos gyümölcse a hálaadásnak és a dicsőítésnek, hogy megőriz bennünket nem csak a csüggedéstől, de az elbizakodottságtól is. Mert akkor is voltak olyan hangok, hogy hát azért nem akármit tettünk, nem akármilyen ügyesek vagyunk, hogy ezt képesek voltunk ilyen nehéz körülmények között, mert mindig úgy van, hogy nem csak csüggedő hangok, de elbizakodott hangok is vannak egy gyülekezetben. Vagy akár egy ember életében is, hol az egyik végletben, hol a másikba csapódik át az ember. Nézzétek meg ezeket a gyönyörű falakat. A két kezünkkel építettük, azért nem semmi, amit mi véghez vittünk. 52 nap alatt sikerült véghez vinni. Kicsiny létszámmal, nehéz körülmények között, nem akármilyen teljesítmény. Nagy dolog. És némelyek elkezdték dicsérni magukat, szinte dicsőíteni magukat. Nem vagyunk akárkik. És Nehémiás látja ennek a veszedelmét. És azt mondja, hogy minél inkább elbízzák magukat, minél inkább a maguk teljesítményének látják azt, ami történik, annál jobban ki lesznek szolgáltatva az ellenségnek. Azokat az áldásokat, amelyek a mi életünkben történnek, minél inkább embereknek, saját magunknak tulajdonítjuk, annál inkább ki vagyunk szolgáltatva az ellenségnek. És ezért ezt nem szabad engedni, mondja Nehémiás. Adjunk hálát, és dicsőítsük Istent. Isten legyen a középpontban. Soroljuk el, hogy mit kaptunk tőle, és egyszerre sokkal kisebbek leszünk a saját szemünkben. Nem az mi énünk lesz a középpontban, hanem Isten kerül a középpontba. Őt dicsőítsük, és nem mi dicsekedjünk. Mert volt összetartás, valóban nagy teljesítmény volt, de ez mind Isten munkája volt. Valami olyan módon, mint ahogy amikor Pál apostol megy sorba egyik városról a másikba, és amikor visszatér a kiindulási pontba, akkor a gyülekezetnek elmeséli, hogy merre voltak. És azt mondja, hogy most elmondja, így szól a Biblia, hogy és elmesélte nekik, hogy mit cselekedett az Úr az ő szolgálatukon keresztül. Mit cselekedett Isten a mi szolgálatunkon keresztül? Mit tesz Isten napról napra a mi szolgálatunkon keresztül? Hogyan válnak megkötözöttségből szabadokká emberek Isten munkája által a mi szolgálatunkon keresztül? Hogyan válnak csoda dolgok, hogyan történnek csoda dolgok ezen a világon? Isten munkája nyomán a mi szolgálatunkon keresztül. Jó, hogyha mindig megjegyezzük, egyedül Istené a dicsőség. Egyedül Istent illeti a dicsőítés. És a harmadik, a hála és a dicsőítés, a harmadik gyümölcse, hogy megőrzi az embert az aggodalmaskodástól. A múlt, a jelen és a jövő jelen van a hálaadásban és a dicsőítésben. Mert amikor az elcsüggedésre gondolunk, akkor az a múltra tekintünk. Amikor az elbizakodottság, akkor az a jelenről szól. És amikor az aggodalom, az pedig a jövő bizonytalansága miatt. Hogyan lesz? Hogyan fognak történni a dolgok? Valóban tapasztaltunk dolgokat, de mégis hogyan lesz igazából a holnap? És mindenki tudja, hogy milyen akár személyes, akár közösségi helyzetben van, ami bizonytalanná teszi számára a jövőt. Hogyan lesz a holnap? Jönnek-e még a fogságból többen is? Kevesen vagyunk itt, és lehetne sorolni a különböző kérdéseket, amiket ott akkor az emberek feltettek.
Vajon meddig fogjuk tudni békében élni a mi életünket? Mikor tör ránk megint az ellenség? Mikor fog elfogyni a támogatás? Mikor fog elfogyni az építőanyag? Mikor fáradunk el, és betegszünk meg, és lehet sorolni a kérdéseket? Ha elkezdjük az aggodalmaskodást a mi gyermekeink miatt, a mi egészségünk miatt, a mi jövőnk miatt, a mi népünk miatt, a mi egységünk miatt, a mi sorsunk miatt, és bármi miatt, ami miatt aggódva tekintünk a jövőre, hogyan lesz, akkor ez elég ok arra, hogy kétségbe essünk. És Nehémiás itt akkor azt mondta, hogy adjunk hálát, így dicsőítsük Istent, mert ez megőriz bennünket az aggodalmaskodásból. Mert Isten, amit adott eddig, az csak előleg abból, amit adni akar ezután. Mert sokkal nagyobb dolgokat akar ezután adni Isten. És amit eddig megtapasztaltunk, az egy picike kis előleg csupán abból a sok áldásból, amit Isten a jövőben akar számunkra nyújtani. Isten szép múltat adott a mi népünknek. És tapasztaljuk, hogy a jelenben is itt van velünk. És az ő jelenléte a jövőben is biztos ígéret számunkra. Mi reménységgel nézhetünk előre. Ezért a hálaadás és a dicsőítés mindig fontos. Fontos, hogy énekben, zenében, mi szavainkkal, mi vers szolgálatainkkal, a mi magatartásunkkal, az egész életünkkel a hálaadás és dicsőítés szava szóljon. És így a hálaadás és dicsőítés helyére teszi a múltat, a jelent és a jövőt is. Nem csüggeszt a múlt, sőt bátorít. Nem ejtenek kétségbe a jelen kihívásai, problémái, gondjai, veszedelmei, mert tudjuk, hogyha Isten jelen van, és nem aggódva gondolunk a jövőre, akkor Isten biztos jövőt ad számunkra, hogy lesz holnap is. Mert hol a csüggedés, hol az aggodalmaskodás, hol az elbizakodás kísértésébe akar ejteni bennünket Sátán. De a hálaadás és dicsőítés ettől segít megóvni bennünket. Még van egy negyedik gyümölcse is, a hálaadásnak és a dicsőítésnek. Úgy olvassuk a végén ennek a történetnek, messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálembe. Milyen messzire hallatszik a te hálaadásod és dicsőítésed? A te énekszód, zeneszód, a te egész életed milyen messzire hallatszik? Mennyire hallják a pogányok a te életed, háladó életedet és dicsőítő életedet? Az örömöt nem lehet magunkban tartani, azt csak hangosan lehet kifejezni. Azt csak vidáman lehet kifejezni. És örültek még az asszonyok, meg a gyerekek is, mondja. Ezzel azt akarja mondani, hogy mindenki beletartozik ebbe. Mindenkinek a szíve örömmel telik meg, amikor hálaadás és dicsőítés van Isten gyermekei között. Mi számunkra egy különleges tapasztalat ez. A Nehémiás könyvében az az örömhír, hogy felépült egy fal. Mi napról napra azt tapasztaljuk, hogy kezd leomlani egy fal. Mennyire tudunk ezért is hálát mondani, hogy kezd leomlani egy fal, ami, ha úgy tetszik, két énekkart választ el egymástól, két kórust választ el egymástól, két zenekart választ el egymástól, két gyülekezetet választ el egymástól. Mennyire tudunk örülni annak, hogy Isten lerontja ezt a válaszfalat? Mert Isten korábban egy másik válaszfalat is lerontott. Azt a válaszfalat, ami Isten is közénk épült, amit mi magunk, emberek építettünk fel válaszfalat. Isten ezt a válaszfalat is lerontotta Jézus Krisztus áldozata által. Tudunk ezért hálával gondolni Istenre, és tudjuk ezért őt dicsőíteni. Ott a kereszten, amikor a szavával kimondta, hogy elvégeztetett, akkor ez a válaszfal lett lerontva. Abban a pillanatban ketté hasad a kárpit, emberi kéz érintése nélkül. Leomlik a válaszfal, ami elválasztja az Istent az embertől. És Isten így akarja lerontani a válaszfalakat, ami ember és ember között is van. És azt szeretné, hogy a dicsőítés fala épüljön fel. Nem az embereket egymástól elválasztó fal,
hanem az Isten dicsőítés fala épüljön fel. A csüggedés, az elbizakodottság és az aggodalmaskodás helyett a békesség, a biztonság és a reménység fala épüljön fel. Az a fal, amit Isten akar építeni számunkra. Adja az Úr, hogy ez valamennyünk tapasztalata legyen az ő kegyelme által. Amen. Kedves testvéreim, arra hívlak benneteket, hogy válaszoljunk Isten megszólító igéjére imádsággal. Álljunk fel, és így mondjuk imádságot. Mindenható Istenünk, olyan jó, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, akihez mindig hálaadással fordulhatunk, mert nem csak egyszer valamikor megteremtetted ezt a világot, és akkor hagyod, hogy forjon saját levében, forogjon és kínlódjon, hanem ott vagy a mi életünkben nap mint nap. Tapasztaljuk jelenlétedet, tapasztaljuk áldásaidat, vezetésedet. Különböző élethelyzetekben egészen különleges módon jelen vagy, és megmutatod a te hatalmadat. Köszönjük azt a sok-sok áldást, amit elvettünk eddig kezedből. Bocsáss meg, hogy sokszor ezekről elfelejtkezünk. Sokszor ezeket a magunk eredményének, magunk munkájának tekintjük, pedig mindezt te adtad, te tetted. Köszönjük, Urunk, hogy ebben nekünk részünk lehet, hogy örülhetünk ennek, és dicsőíthetünk ezért. Magasztalhatunk, most már nem csak az ajándékaidért, hanem azért, aki vagy, amit jelentesz a mi életünk számára. És köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy egész életünk dicsőítő és hálaadó élet legyen. Köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy énekünkkel, zenénkkel, mi szavainkkal, a mi mindennapi munkánkkal, a mi tanulásunkkal, a mi munkavégzésünkkel, a mi emberi kapcsolatainkkal mindig neked adjunk hálát, és téged tudjunk dicsőíteni. Hát, hogy mind a múlt, mind a jelen, mind pedig a jövő áldott reménység legyen számunkra. Olyan reménységet adjon, amely azt jelenti, hogy, hogy mi a te kezedben biztos jövővel rendelkezünk. Köszönjük, Urunk, hogy te akkor segítetted a te népedet, hogy falak épüljenek, most pedig azon munkálkodsz, hogy olyan falak, amelyek elválasztanak tőled, elválasztanak egymástól, azon munkálkodhatunk, hogy azok leomoljanak. Kérünk, Istenünk, add a te áldásodat erre a munkára. Te legyél az, aki a mi szívünkben is munkálkodsz. Te legyél az, aki lerontod a válaszfalakat. Köszönjük, Istenünk, hogy mindezt megtapasztalhattuk a te fiad Jézus Krisztus életében és szolgálatában is, mert ő volt az, aki igazán lerontotta a nagy falat. Hálát és köszönetet mondunk ezért, és téged szeretnénk dicsőíteni. Add, hogy minden férfi, nő, ifjú és gyermek, és idős, és minden ember téged dicsőítsen ezért, Jézus Krisztusért. Kérjük, hallgass meg imánkat. Amen. Yeah.
maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Amen.